mérkőzés technikai berendezés hiányzik. Ezek a képek még március elején készültek, ekkor törtek be és fosztották ki ismeretlenek a Vasvári Pár gimnáziumot. A pincétől a padlásig mindent felforgattak a vandálok. Az ajtókat és a fiókokat kifeszítették és feltörték, ráadásul a diákok szekrényeit sem kimérték a tolvajok. Akár az előzetes számítások szerint ekkor meghaladta az 1 millió forintot. Ez pedig már a Lövölde úti nyugdíjas szolgáltatóház, ezt is egy pár hónappal ezelőtt fosztották ki ugyanazok az elkövetők. Sőt, a nyomozás közben a bizonyítékok ismeretében további két bűncselekmény is, az Egyházmegyei Múzeum raktárába és az Egyházmegyei Óvoda épületébe való betörés is ugyanazon két tettes számlájára írható. Adatgyűjtéseket végeztünk, egy nyomozási tevékenységet, így került látótérbe két fő, akiket őrizetbe vettünk, és azóta előzetesre tartóztatásban vannak. Nyilván a nyomozás még tovább folyik, de várhatóan eredményesen fejezzük be ezt az ügyet. A nyomozás érdekében a nyomra vezető bizonyítékokról és az összefüggésekről részleteket nem árult el a rendőrség. Mély felháborodást váltott ki a városból mindegyik. Nyugodtan mondhatom, hogy azt tett. Mint ahogy Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András mondja, precedens értékű ügyről beszélhetünk. Ahogy ő fogalmazott, a gaz és gyáva tettet elkövetőket el kell kapni, és oda kell juttatni, ahova valók, a rács mögé. Most, hogy a rendőrség bejelentette, hogy a nyomozás várhatóan sikeresen zárult, és a gyanúsítottak azok ma már a zár mögött vannak, azt gondolom, hogy azért is a nyilvánosságot érdemes erről tájékoztatni, mert a városban élők biztonságérzetét egészen biztos, hogy növeli az, hogyha egyértelmű és világos lesz mindenki számára, hogy ezeket a gaztetteket nem lehet megúszni 2011-ben itt Székesfehérváron. Az ügy felgöngyölítésében kulcs szerepet végző nyomozók, Kulcsás Zsolt és Pál Tibor tőzzászlósok munkáját a polgármester emléklappal köszönte meg.